Дорогі українці, українки, сьогодні російські окупанти вкотре завдали ударів по Херсону. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök vasárnap esti videós bejelentkezésében közölte, az egyik legfőbb cél továbbra is az ukrán légvédelem megerősítése. Az államfő azt ígérte, hogy ezen a héten újabb lépéseket tesznek ennek érdekében. Például további lépéseket jelentenek be az ukrán hadipar fejlesztésére, illetve a nyugati szövetségesektől is újabb, a légvédelmet megerősítő támogatásokat fog kapni Kijev. Szakértők kiemelik, jelenleg az agresszor oroszok uralják a légteret, ami jelentős taktikai hátrányt jelent a hősiesen harcoló ukrán hadsereg számára. Az ukrán légierő hétfő reggeli tájékoztatása szerint Oroszország összesen 23 drónt indított Ukrajna ellen vasárnap éjszaka. Ezek közül 18-at tudott lelőni a légvédelem. A közlemény szerint Ukrajna 9 régiójában léptek működésbe a légvédelmi egységek, de a drónok zömét még a mikolaivi területen, valamint a Hmelnyicki légtérben lelőtték. A támadás miatt Kárpátalján is légvédelmi riasztás volt érvényben. A drónok a légierő közlése szerint többször is irányt változtattak Ukrajna légterében, ezért nehezebb volt ellenük védekezni. Az orosz hadsereg napi rendszerességgel támadja iráni gyártmányú öngyilkos drónokkal Ukrajnát. Ez a hadviselési forma vált a háború egyik meghatározó elemévé. Folytatják a háborús bűnök sorát az orosz fegyveres erők, közölte az ukrán ombudsman. A napokban például elárasztotta a világhálót egy videófelvétel, amin jól látható, ahogy orosz fegyveresek kivégeztek Avgyívka közelében két magát megadó ukrán katonát. Dmitro Lubinyec, ukrán emberi jogi ombudsman szerint a felvételek ismét megerősítették, hogy az oroszok semmilyen egyezményre és háborús szabályra nincsenek tekintettel. Ukrajna fegyveres erőinek stratégiai bizottsága megerősítette a felvétel hitelességét. A kijevi hatóságok minden orosz háborús bűnt összegyűjtenek, hogy nemzetközi hadbíróság ítélhesse el a moszkvai katonai politikai vezetőket. Az Egyesült Államok egy november 27-i keltezésű, nem nyilvános dokumentumban elismerte, az amerikai hadipar nem tud elég fegyvert gyártani a globális szükségletek kielégítéséhez, írta meg a Politico hírportál. A lap szerint a következő hetekben jelenthetik be az Egyesült Államok történetének első nemzetvédelmi ipari stratégiáját. A Politico szerint ugyanaz Egyesült Államokban gyártják a világ legjobb fegyvereit, de nem tudnak belőlük eleget készíteni, mivel az ukrajnai és izraeli háború jelentősen megnövelte az igényeket. Szakértők szerint mindez jelentős stratégiai kockázatot jelent az Egyesült Államok számára, különösen annak fényében, hogy Kína hadipari kapacitása meghaladja a NATO gyártási kapacitását is. Ukrajna és Lengyelország újabb határátkelőt nyitott meg az üres teherautók számára hétfőn hajnalban, közölték az ukrán hatóságok. Mint ismeretes, az átkelőket a lengyel sofőrök hetek óta blokkolják. A tiltakozások november 6-án kezdődtek, mert a lengyel kamionosok szerint ukrán társaik tisztességtelen versenyelőnyt élveznek. Emiatt 4 határátkelőhely jelenleg is blokád alatt áll. A lengyel fuvarozók fő követelése, hogy ne engedjék be az ukrán kamionosokat az EU-ba, ami Kijev és Brüsszel szerint lehetetlen. Az ukrán határőrszolgálat közölte, hogy a jelenleg csak személygépkocsik és buszok számára nyitváló Uhrinyiv ellenőrzőpontot hétfőn hajnali 1 órától nyitották meg, a 7,5 tonnát meghaladó ösztömegű, üres nehézgépjárművek számára. Ukrajna a múlt héten közölte, hogy megállapodott néhány olyan intézkedésről Lengyelországgal, amelyek enyhítik a nyomást a blokád alatt álló határátkelő helyeken, de nem tárgyaltak a tiltakozások folyó követeléseiről. A Fehér-Orosz Vöröskereszt Társaságot kizárták a Vöröskereszt és a Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségéből, mert részt vett az ukrán gyerekek deportálásában. Amint a Vöröskereszt Nemzetközi Szövetségének sajtószolgálata beszámolt, a Fehér-Orosz Vöröskereszt figyelmen kívül hagyta a főtitkár Dmitro Szevcov szabadon bocsátására irányuló felhívásokat is. A szövetség arról tájékoztatott, hogy a Fehér-Orosz Vöröskereszt elveszti tagsági jogait, elveszíti a finanszírozást, nem vehet részt a közgyűlésen, valamint nem szavazhat.
Előfordulhat, hogy Ukrajna nem kapja meg a nagy 50 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomagot az Európai Uniós országoktól az unión belüli számos nézeteltérés miatt, írja The Financial Times című brit lap. A lap számos forrása arról számol be, hogy az EU tagállamai messze vannak attól, hogy megegyezzenek az 50 milliárd euró folyósításával kapcsolatban. A Kijevnek nyújtandó segélyek odaítélését nehezíti a jobboldali párt hollandiai választási győzelme, valamint a német bíróság közelmúltbeli döntése az állami hitelfelvétel korlátozásáról. A bolgár elnök megvétózta a bolgár belügyminisztérium és az ukrán védelmi tárca megállapodását a páncélozott szállító harcjárművek átadásáról. Az államfő sajtószolgálatának hétfői közlése szerint Rumen Radev úgy véli, hogy a bolgár határőrségnek és a mentőknek szükségük van ezekre a járművekre. A bolgár állampolgárok életének és egészségének kell a legfőbb prioritásnak lennie, emelte ki az elnök, aki a megállapodást újbóli megfontolásra visszaküldte a parlamentnek. Korábban a 240 tagú bolgár parlament képviselői egyszer már jóvá hagyták a megállapodást. A bolgár belügyminisztérium összesen mintegy 100 páncélozott harcjárművet adott volna az ukrán hadseregnek. Az adományozásról augusztusban született megállapodás, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök júliusi szófiai látogatását követően. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság márciusban dönt az orosz sportolók párizsi olimpiai részvételéről. Tomás Bach elnök azon oroszok szereplését szorgalmazza, akik nem támogatják Oroszország ukrajnai háborúját, és készek semleges zászló alatt versenyezni a jövő nyári játékokon. Figyelembe vesszük az ENSZ legutóbbi határozatát, amely olimpiai fegyverszünetet követel, és amely támogatja a NOB megközelítését a kérdésben. A végrehajtó bizottság márciusban hozza meg a végső döntést, mondta Tomás Bach. A NOB idén, március végén azt javasolta, hogy Oroszország és a Moszkvával szövetséges Fehér Oroszország sportolói csak semlegesként indulhassanak nemzetközi versenyeken, és csupán azok, akik nyilvánosan nem álltak ki az ukrajnai háború mellett. Továbbá nincsenek kapcsolatban a fegyveres erőkkel vagy nemzetbiztonsági szervekkel. A párizsi olimpia 2024. július 26-a és augusztus 11-e között lesz. Oroszország és Fehér Oroszország eddig nem kapott meghívót a játékokra. Kijev határozottan elutasít minden engedményt, amely lehetővé tenni orosz sportolók indulását az ötkarikás játékokon. Újabb a háborúban elhunyt kárpátaljai magyar származású katona családja részesült a Magyarország külgazdasági és külügyminisztériuma gyors segélyében. A 35 éves Kaflanovics Dmitró az Állami Speciális Közlekedési Szolgálatnál teljesített szolgálatot. A fronton harci feladata teljesítése közben vesztette életét. Utolsó útjára katonai tiszteletadás mellett kísérték november 15-én Munkácson. Kaflanovics János, Dmitró édesapja elmondta, mindennél jobban három kiskorú gyermekét szerette. Másfél évét itt szolgált az ungvári járásba, azután átvitték a frontra. Utána megmaradt három kis gyerek, két lány és egy fiú. 14 éves Darinka, 13 éves Annabel és egy 11 éves Iván János. Milyen volt Dmitró? Milyen fiú volt? Hát jó gyerek volt. Szerette a szüleit, szerette a gyermekeit, ki volt a gyermekeiért. Imádta őket. És onnan is a frontról is naponként telefonált nekiek. Beszélgetett velek. Nagyon szerette őket, ki volt mind végig értük. Egy három gyerekes családapa, egy fiatal ember családjával kellett most találkoznunk, és a Magyarország külgazdasági és külügyminisztériuma, illetve Magyarország ungvári főkonzulátusa támogatását adtuk át. Tudjuk, hogy a elesett katona után hagyott űrt ezzel nem tudjuk betölteni, de legalább egy kicsit talán enyhíteni tudunk a család fájdalmán és segíteni a mostani nehéz helyzetben. Családnak is elmondtuk, hogy nagyon bízunk benne, hogy
ilyen eseményre a jövőben egyre kevesebb alkalommal kerül sor, és ennek a szörnyű háborúnak, ami a legjobbjainkat is elviszi, minél hamarabb vége lesz. Magyarország ungvári főkonzulátusának adatai szerint eddig 36 magyar származású kárpátaljai katona vesztette életét a két hónap híján, két éve tartó orosz agresszió következtében. Mi szívünkből a szeretet ide alul jég. Az advent, a várakozás és az egymásra hangolódás időszaka is, ezért is szerveztek ünnepváró családi napot az Ortutai Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban. A Kárpátaljai Magyar Népfőiskolai Egyesület és a Beregszászi Görögkatolikus Egyházközség szervezte programok között kézműves foglalkozások, pingpong és csocsó versenyek is szerepeltek. Az egyházközségben nagyon fontosnak tartjuk, hogy teret biztosítsunk a találkozásokra és a maihoz hasonló alkalmakra, hogy a fiataljaink és családjaik egy kicsit ki tudjanak kapcsolódni, és emellett lelkileg is feltöltődhessenek, emelte ki Marosi István, a szakkollégium igazgatója, görögkatolikus parókus. Az advent jegyében az egyházközségnek a fiataljai, gyermekei, családjai összejönnek, és hát nagyon fontos, hogy közösen is figyeljünk a Krisztus várása, Krisztus születésében való készület jegyében. Csak ilyenkor nem csak, tehát kiszakadnak egyrészt akár az iskolai, akár a munkahelyi környezetből, kötetlenebből, de még nem a templomi környezetben, tehát igazából azt élik át, hogy a közösség, a család, a barátság, a lazább kapcsolatokon keresztül is azért egymásra játék, beszélgetés, különböző programok közben a közösség épülni. Mindenképpen csak közösségi programok lesznek. Egyrészt társasjátékok bőven, nagyon sokféle társasjáték, vagy pedig olyan mozgással kapcsolatos dolgok, mint mondjuk a csocsó vagy az asztali teniszet, ez ami mondjuk egy kicsikét inkább az egyéni, de mégiscsak a közösségi, és mézes kalácsütés lesz még programként. A Kárpátaljai Magyar Népfőiskolai Egyesület munkatársai folyamatosan szerveznek olyan programokat, amelyek lehetőséget biztosítanak a fiataloknak a személyes kapcsolatok kialakítására. A családi nap ötlete pedig már rég felmerült, csupán az alkalomra vártak. Ez egy egyházközségi családi nap, amit terveztünk a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesülettel együttműködve. Az volt a célunk, hogy lehetőséget teremtsünk gyerekeknek, felnőtteknek, idősebbeknek arra, hogy minél több időt töltsenek közösségekben. Ugyanis azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt 3 évben először a járvány miatt, majd a háborús helyzet miatt az emberek társas kapcsolatai háttérbe szorultak. Nagyon sokan külföldön vannak, nagyon sok a magányos ember, idősek is, akiknek a gyerekei vagy a háború miatt, vagy a gazdasági helyzet miatt külföldön dolgoznak, és hát szinte alig-alig tudnak hazajönni. Illetve a gyerekeknél is, majdnem minden gyereknél az egyik szülő külföldön tartózkodik. És nagyon kevés az olyan alkalom, amikor együtt tudunk játszani, beszélgetni, kötetlenül találkozni. És a Népfőiskolai Egyesülettel kitaláltuk azt, hogy ők vásároltak nekünk különböző társasjátékokat, kisebbeknek, nagyobbaknak való játékokat. Mi pedig megteremtettük az alkalmat arra, hogy itt most nálunk, itt az Ortutai Központban összegyűljenek az emberek. És akkor a mai nap folyamán lehet játszani, mézes kalácsot sütni, kicsit a karácsonyra hangulódunk, tehát kézműveskedünk is, és hát egy nagyon szép családias napot fogunk itt együtt tölteni. A programokat, amelyek között volt mézes kalács és muffin készítés is, a fiatalok is nagyon várták. Lehet kézműveskedni, csinálni mézes kalácsot, és még játszani, és még több dolgot is. Ezeken az alkalmakon a legjobban tetszik az, hogy együtt vagyunk, szeretjük egymást, megszeretjük egymást, inkább játszunk, beszélgetünk, stb. A kedvenc foglalkozásom például, amit most csinálunk, a mézes kalácsütés és a játszás. Adott tésztát, és most gyúrtuk meg, és formáztuk meg, és most fogjuk betenni a sütőbe. És utána meg fogjuk sütni, és remélhetőleg mindenki meg fogja enni. A szervezők a családi nap sikerét látva elhatározták, hogy a későbbiek során is szerveznek majd hasonló alkalmakat minden nagyobb egyházi ünnep közelettével.
A Beregsomi Közösségi Könyvtár, valamint a helyi elöljárói körzet meghívására a településre látogatott tegnap a Mikulás, hogy személyesen vegye át a gyerekektől azokat a leveleket, amelyeket neki írtak. A településre most másodszor érkezett meg a fehér szakállú vendég, a látogatásával összekapcsolva pedig különböző programokat is tartottak, amelyet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség helyi alapszervezete és a Frézia Virágszalon is támogatott. Imáron már második alkalommal sikerült megszervezni ezt a Mikulás fogadó ünnepséget és az adventi kézműves foglalkozást. Még emellett ezt a programot bővítettük egy adventi jótékonysági vásárral is, melyre a gyerekek nagyon nagy odaadással és szeretettel készültek. Amiket készítettek ezeket a tárgyakat, a gyerekek vására bocsátják, és szeretnék a begyűlt adományt a helyi református egyháznak ajándékozni Szenteste alkalmával Isten dicsőségére. A Mikulás váró ünnepség arról szól, hogy a Mikulás fogadja a gyerekek leveleit, verseit, énekeit, táncait. A kézműves foglalkozás alkalman egy nagyon szép ajtódíszt fogunk készíteni, melyet a gyerekek a saját kedvükre tudnak díszíteni, és persze haza is vihetik azt, hogy mindenkinek az otthonát díszítse az ünnepek alatt. És mindemellett szeretném megköszönni mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy ez a mai nap meg tudjon valósulni. A szülőknek, a gyerekeknek és mindenkinek, aki bármilyen formában hozzá tudott járulni ehhez a rendezvényhez, a gyerekek nagy örömére. Egy olyan hosszabbat nézzünk, jó? Egy ilyen kép hosszú legyen. A találkozást és a rögtönzött táncházat követően előkerültek a ragasztópisztolyok és a megannyi színes dísz, hiszen Marusinecné Kovács Éva virágkötő segítségével mindenki elkészíthette saját adventi ajtódíszét is. Második alkalommal rendezzük meg itt Somba a kézműves foglalkozást a gyerekeknek. Ezt mindenképpen úgy szerettem volna, hogy mert sok helyre vagyok hivatalos vendég, hogy segítsek, hogy gyerekekkel foglalkozunk, kézműves foglalkozást folytassunk, ezért úgy döntöttem, hogy a saját magunk erejéből és lehetőségünkből, ahogy az ember, ahogy engedi, a pénztárcánk is, így a saját gyerekeinknek is a faluban kézműves foglalkozást tartunk, már második éven. Tavaly adventi koszorút készítettünk, és idén pedig kopogtató készül, minden gyerek saját kezűleg fogja elkészíteni az otthonának az ajtódíszét. A lehetőségek tárháza nagyon bő, mert minden különböző ajtódíszeket készíthetünk, kör alakúakat is, de most a gyerekekkel egy élőfenyőből készülőt, natur ajtódíszt fogunk készíteni, egy kis karácsonyi dekorációval, és különböző karácsonyi díszekkel. A Heinz ház annyi szokás, tehát mindenki olyat készít, amit szeretne. De ugyebár a gyerekek olyanok, mint nagyon gazdag és színes az ő álomviláguk, ezért minél több színnel és minél a karácsony domináló színeivel készültem, hogy mindegyik gyermek kiválasztassa, hogy ő neki még a megfelelő több színű szallaggal, valamint díszekkel, hogy mindenki kedvére válogathat, és úgy fogja elkészíteni. Én csak egy mintát készítettem, ők pedig majd a saját maguk képzeletükre bízzák az ajtódíszt, és olyanra dekorálják, amik ő nekik tetszik. Az adventi foglalkozást és természetesen a Mikulással való találkozást már nagyon várták a fiatalok, így Horváth Alexandra is. Kértem egy ilyen ragasztós kis ilyen izét, vagy köveket kell rá tenni, vagy ilyen szivacot, nekem mindegy, azt is szeretem, meg egy ilyen kis tolókát most. Amellett, hogy a fiatalok mindegyike számos élménnyel gazdagodott és ajtódíszeket vihetett haza, jótékonykodtak is, hiszen az előző héten a könyvtárban készült díszeket értékesítették, a befolyt összeget pedig karácsonykor a helyi református gyülekezetnek adják majd át. Kárpátalján újjáillett a gazdálkodás. Néhány éve szinte teljesen eltűntek a háziállatok a falvakban, vesztességé vált a tehenek tartása. A tejet egyszerűbb és olcsóbb a boltban megvásárolni, de ez a termék nem mindig jó minőségű.
A fogyasztók pedig egyre inkább természetes tejtermékekre vágynak. Nyilvánvalóan ez lendületet adott a szarvasmarra tenyésztő gazdaságok fejlődésének. A tavalyi adatokhoz képest 50%-kal nőtt az állattartással foglalkozók száma, még ennél is több, 60%-kal nőtt a tejtermelés volumene a régiónkban. Mindehhez Dmitro Nemes tétsői járási gazda is hozzájárult. Kevesebb mint egy éve testvérével az ungvári járási Csaronda hátra költöztek. Szülőfalujukban több tucat tehenet tartottak. Mára közel 100-ra bővült a számuk. Jelenleg a család tejjelő fajtákat termeszt és tenyésztésre készül. Szimentáli marha tenyésztelepet szerettünk volna csinálni, de még nem állunk készen rá. 5 darabot vettünk, de 20 kell a tenyésztelephez. Ez a jövő kérdése. Ide költöztünk, volt egy farmunk Técsőn, de nem volt elég területünk. Jelenleg itt tudunk terjeszkedni, dolgozunk. Itt volt néhány romos épület, mindent felújítunk, tetőt csináltunk. A jövőben legalább 300 tejelő állományt szeretnénk elérni. Apránként saját erőből javítják a tehénistállókat, rendbe teszik a környező épületeket, művelik a termőföldeket. A gazdálkodási terület 8 hektár, de ez nem elég egy nagyobb állományhoz. Egy tehén esetében legalább 1 hektár földre van szükség, ezért földeket bérelnek a falubeliektől, és takarmányt vetnek be az állatok számára. Idén 300 tonna szilást, 1000 tonna szénát takarítottunk be. Pépet vásárolunk, gabonát és búzát kombinálunk, elkészítjük a napi menüt és így etetünk. Naponta 500 kg gabona, 1 tonna szilázs és 500-600 kg széna fogy el. A vállalkozás jelenleg 8 főt foglalkoztat. Gondozókat, mesterembereket és fejőnőket, mindenkinek sok munkája van. A teheneket naponta 3-szor etetik és 2-szer fejik. Jelenleg 2 kézi elektromos gépet használnak, amelyek közül az egyik ára körülbelül 80 ezer hrivnya. Terveik szerint hamarosan bevezetnek egy automatizált rendszert. Jelenleg elektromos, kézi gépekkel fejünk. Van villamos áramvezetékünk, de nincs elég áramunk a bevezetéshez. Most állítanak fel egy a farmok számára szükséges transformátort, és akkor beindítjuk az automatizált rendszert. A legtöbb tejet adó fajta csaknem 30 liter tejet ad naponta, azonban nem mindig rendelkezik a szükséges zsírtartalommal. Az 5%-os tejzsír optimálisnak tekinthető, ezért minden tejet összekevernek. Ha a zsírtartalomról beszélünk, a szimentáli a legjobb. Técsőn voltak ilyen teheneink. Első ellést követően 20-22 liter tejet adtak fejenként, 5%-os zsírtartalommal. A második után elérik a 30 litert, zsírtartalma 3-4%-os. A Vid Kumiv Farm egy termelő vállalkozás. A teheneken kívül sertést, lovat, baromfit és kecskét is tartanak. A fő hangsúly a tejtermékeken van. Saját feldolgozó üzemük van, és naponta több mint 300 liter tejet tudnak feldolgozni. Sajtokat, tejfölöket, túrót, vajat készítünk. Háromféle szulugunyi, halumi és adegei sajtot készítünk. 300 liter tejből 12 kg túrót, kb. 15 liter tejszínt és 8 kg sajtot kapunk. Robertnek saját sajtreceptje van. Egy-egy típus elkészítése a tejzsírtartalmától függően több órát vesz igénybe. 1 kg késztermék ára kevesebb, mint 400 hrivnya. A legjobban a borhoz való, mint önálló előétel, de más ételek összetevője is lehet. Ez az adegei sajt csilipelyhekkel és fokhagymával. Mihez illik a legjobban? De van, aki salátákhoz használja. Ezt a kis műhelyt hamarosan teljesen felújítják. A farm tulajdonosa elmondta, hogy az új berendezéseket már megvásárolták, de még nem szerelték fel. Ez több mint 1,5 millió hrivnyába került a vállalkozásnak. Az állandó állami támogatásnak köszönhetően azonban az ilyen költségek könnyebben megtérülnek. Ezen kívül egy gazda évente 5000 hrivnya kompenzációt kap egy tehénért. Az állam elég sokat segít, van kártérítés. Megvásároltunk egy tejfeldolgozó üzemet, mondhatni egy minigyárat. Körülbelül 80%-át visszafizették, szóval mit is mondhatnánk? Klassz! A gazdálkodás és főleg a tejelő szarvasmarha tenyésztés meglehetősen kockázatos, folyamatos és tőkebefektetést igénylő vállalkozás. Például egy szimentáli tehén közel 65 000 hrivnya,
A Jersey és a Holstein körülbelül 50 ezer hrivnya. Az új helyen 8 hónap alatt a vállalkozók csak a null szaldót próbálják elérni. Jövőre már profitot remélnek. A termékeiket jelenleg Ungváron, Csapon és Munkácson értékesítik. Azt tervezik, amennyiben megkapják az összes szükséges engedélyt a tejre, saját üzletükben árusítják majd a sajtot, tejet, vajat és tejfölt. A gazdák tervei között szerepel a turisztikai irány fejlesztése is. Elmondásuk szerint bíznak termékeik jó minőségében, ezért azt szeretnék, ha az emberek láthatnák a gyártási folyamat minden összetevőjét, a tehénistállótól a kéztejtermékig.